A sport összefoglalót a Popeye Pizzeria támogatta. Telefonszám 0670 591 39 56. A megyei labdarúgó bajnokság utolsó fordulójában Kunszentmártonban lépett pályára a Törökszentmiklósi FC. A gól nélküli első félidő után 6 gól született a második játékrészben. Az 53. percben Rab János, a 60. Buru Zoltán szerzett gólt, de Göbjös és Rupa találataival egyenlített a hazai csapat. Ráadásul Balog Attila kiállítása miatt emberhátrányba is került Tarjányi Csaba gárdája. A hajrában azonban Héder Attila, majd Földi Attila is eredményes volt, így a meccs vendég sikerrel zárult. Kunszentmárton Törökszentmiklós 2-4. Győzelemmel zártuk ezt a szezont. Nem igazán játszottunk úgy, ahogy kellett volna. Ilyen nagyon szezon végi játék volt. Két motiváltlan csapat is. Kunszentmárton ugye biztos kieső volt, mi meg már ha esélyadatolgatást néztük, 6. hely volt számunkra kilátásban. Az első fél idő hát igazából ilyen eseménytelenül telt mind a két oldalon. A támadó zónában nem voltak jó megoldásaink, és nem is nagyon tudtunk helyzetet kialakítani. Az ellenfél se nagyon. Aztán a második fél időben hatékonyabbak lettünk előrefelé. Sikerült is két gólt szereznünk. Aztán én azt gondolom, a vezetés után két olyan hibát követtünk el, amit nem szabad ilyen szinten, meg nem is volt jellemző ránk. Ugye középpályán először adtunk egy labdát. Abból egy átlövés góllal szépített a Kunszent, majd hát, hogy most szabálytalanság volt, vagy nem volt szabálytalanság, ezt innen nehéz megítélni, de ugye Rupi Balog Attilától elvette a labdát, és kiegyenlített. Ráadásul ugye Attila reklamált, és játékvezető ki is állította. Viszont ahelyett, hogy a Kunszent föltámadott volna ellenünk, miután létszámhátrányba kerültünk, minket egy kicsit megerősített, és szereztünk két szép gólt, én azt gondolom, és így simán. Úgymond a második félidő játékunk alapján meg tudtuk nyerni ezt a mérkőzést. Nyilván nem úgy teljesítettünk, vagy nem az az eredmény jött ki, amit elvártak nézők, vezetők, csapat önmagától, vagy én. Hát az okai megvannak, nyilván ezt nekünk majd vezetőkkel ki kell elemeznünk. Mint edző, én látom, hogy ugye dobogó volt bennünk, hogy dobogón végezzen a csapat. Az első három helyezett csapat jobb anyagi kondíciókkal rendelkezik, ez biztos, illetve őket azért ilyen sérülés hullám nem sújtotta. Tehát ott is játszanak fiatalok nyilván, de azért nem ilyen nagy számmal, mint amit most mi tavasszal ugye beépítettünk úgymond felnőttbe. Ez majd hosszú távon, én azt gondolom, hogy nekünk ki fog fizetődni, hogy most 4-5 fiatal tényleg rengeteg lehetőséget kapott a csapatban. Voltak jobb meccseik, voltak kevésbé jó meccseik, de hosszú távon remélhetőleg mi majd ebből tudunk előny kovácsolni. Tavaly ugye 60 pontot szerzett a csapat, az ugye a második helyre elég volt. Most 3 ponttal sikerült kevesebbet szereznünk, ez most csak a 6. helyre. Ez egy más bajnokság volt, más kerettel, nyilván mindenkiben van egy kis keserűség. Bennem is, hogy szerettünk volna előrébb végezni, vagy legalább dobogón végezni. Ez most így jött ki, ezt majd ki kell elemezni, meg kell beszélni, és előre kell nézni, mert tényleg azt mondom, hogy nagyon sok fiatal kapott lehetőséget, és sokszor jól helytáltak. És remélem, hogy a jövőben azért nem lesz ilyen sérülés hullámunk, mint ami most tavasszal. A záróforduló eredményei Kunszentmárton Törökszentmiklós tehát 2-4, Jászkísér Újszász 1-0, Tószeg Csépa 1-1, Kisújszállás Szajol 2-4, Rákóczi Falva Karcag 3-9, Jánoshíra Fegyvernek 3-2, Jászárokszállás Tiszafüred 0-1 és Tiszaföldvár Jászfényszaru 2-3. A bajnokságot Tiszafüred nyerte 72 ponttal, második lett a Szajol 69 ponttal, harmadik pedig a Jászárokszállás 64 ponttal. A Törökszentmiklósi FC 57 pontot gyűjtött a 30 mérkőzés alatt, ez a 6. helyre volt elegendő.